A magyar-horvát kapcsolatoknak történelmi háttere van. A jövőben a gazdasági kapcsolatokat kívánják tovább bővíteni. A rövidesen megjelenő pályázatok a közös turisztikai és oktatási programokat, valamint az intézmények, illetve a kis- és középvállalkozások összefogását támogatják. A két ország azon kívül, hogy baráti viszonyt ápol, szomszédos ország is egymással. Ezen belül a két megyében még szorosabb a kapcsolat egymás között. Tehát a horvát Medzsimúrje megye és Zalavár megye igazán közel áll egymáshoz. A régi baráti kapcsolatokat is szeretnénk tovább erősíteni, kibővíteni gazdasági térre, a turisztikára és minden egyéb olyan dologra, ahol a két megye és a két ország össze tud kapcsolódni. A megbeszélésen a 2014-2020-as uniós ciklus eredményeit is elemezték. Ebben az időszakban 50 szervezet együttműködésével közel 5 milliárd forint uniós forrást fordítottak Zalavár megye és Mura közfejlesztésére. A mai megbeszélésnek a témája három, az egyik az, hogy az újabb uniós ciklusban hogy fogunk tudni és még intenzívebben részt venni. A másik, hogy felvetette Ispán úr, hogy az alpokadia társaságban közösen mi módon tudnánk képviselni a két országot. A harmadik pedig az, hogy közben Horvátország, Sengeni ország lett, és megszűntek azok a határok, amelyek eddig gátolták mondjuk egy murahitnak a megépítését. A beruházás több évtizedes problémára jelent megoldást. Noha Murakeresztúr és Kotoriba légvonalban 4-5 kilométerre található egymástól, jelenleg több mint 50 kilométeres kerülővel egy óra alatt lehet eljutni az egyik településről a másik. A híd megépítése után pár percre csökken az utazási idő, emellett közvetlen összeköttetést teremtenek a nemzetközi kerékpáros útvonal horvátországi szakaszához.